Nagy Kanizsát is érintette országjárása során Brenner Koloman, a Jobbik konzervatívok frakció vezető helyettese. Az országgyűlési képviselő egy standot felállítva, az embereket megszólaltatva volt jelen a városban, majd a Kanizsa TV vendégeként részletezte pártjának programját és célkitűzéseit. A teljes vágatlan beszélgetést pénteken a Kibeszélő Extrában láthatják nézőink. Veszprém, Dorog, Kecskemét, Sopron. Járom az országot a Jobbik konzervatívok politikusaival együtt, és azt kell mondjam, Nagy Kanizsa az egyik legjobb tapasztalatokat hozta eddig. Fogalmazott a beszélgetés kezdetén Brenner Koloman. Hozzátette azt is, hogy az országos tapasztalat alapján elmondható, a Jobbik konzervatívok bérfelzárkóztatási programja az Orbáni kiemelkedően magas infláció mellett igenis érdekli az embereket. Nagyon sok olyan emberrel beszélgettem én ma is itt Nagy Kanizsán is, akik mondjuk annak idején 18-ban, amikor Vada Gábor ellovagolt a naplementébe, ahogy én szoktam ezt megfogalmazni, és a Jobbik politikai közösségét nagyon nehéz helyzetbe hozta. Utána volt ugye egy pártszakadás, amikor a Jobbik konzervatívok a mostani stratégiát tartva egy tisztességes Európa párti keresztény és konzervatív pártként dolgozott tovább, a korábbi szélsőséges nézeteket valló politikusok pedig most a Fidesz farvizén nevezve a Mi Hazánkat képviselik. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó olyan emberrel találkoztam országosan is, akik azt mondták, hogy igen, ők látják, hogy ez az irányvonal, amit mi most képviselünk, ez megfelel az ő elképzeléseiknek. Egyelőre még csak megfigyelnek minket, mert ugye az elmúlt években azért nyilvánvalóan volt egy olyan ellenzéki próbálkozás arra a tavalyi választáskor, ami látványosan nem sikerült sajnos, és ennek levontuk mi a konzekvenciáit, és most látják, hogy ez az irányvonal, amit Gyöngyösi Márton elnök urunk vezetésével folytatunk, ez egy olyan irányvonal, ami támogatásukra méltó.